ahogy sok zenész, úgy Szendrei Zsolt, vagyis Szasza is Óbudán fertőződött meg a zene szeretetével. Dobosként kezdte, majd a Sex Action, az Action és a Zorall zenekarok frontembere volt. Pár évvel ezelőtt maga mögött hagyta a nagy színpadokat, hogy a saját projektjeire fókuszáljon. Életének fontos pillanatairól és nehéz döntéseiről is mesél hamarosan. Hé, ide néz, édes! Mindenem szerelemre éhes! A 80-as években indult a zenei pályafutása. Először a BTK zenekar, majd Del Hussa Jones zenekarának dobosa volt. A katonaság után a Beriari és a Pillangókban, az FO Systemben és a The Love-ban folytatta a zenélést. Én nem tudom, hogy miért nem hagyod, de érzed már, hogy valami kell. A 90-es évek elejétől frontembere a Sex Action és az Action zenekaroknak. Én megfogadtam törökre, hogy vatoszlókhoz, én tartom magamat ehhez egy szóhoz. Közben pedig 18 éven keresztül a Zorall oszlopos tagja volt. Tudom, mi a dolgom, tök hamar megoldom, ne jórizál. A magas és mély vendége, Szendrei Zsolt, Szasza. A 60-as években járunk Óbudán, ami pont egy ideális helyszín volt ahhoz, hogy később a zenei pályára lépjél, erről még fogunk beszélgetni. De már kisgyerekként is ilyen közegben nőttél bele, vagy milyen családi közegben nevelkedtél? Óbuda a 70-es években jött, 73-ba pontosan. Az eleje pedig az első kerület volt, Vérmező, Kosciuszkó Tádé utcai zenei általános iskola, ahol egyben megszakadt a zenei karrierem, mert... Miért? Mert annyira utáltam furujázni, hogy fél évben kikönyörögtem magamat, és általános szakra. És még a 8. lányok is hiába korepetáltak, nem ment nekem. Nagyon nehéz hangszer, szerintem, és nagyon kevés élményt ad elsőre, nyilvánvalóan, úgyhogy így. És tulajdonképpen így az első kerület, déli pályaudvar, az édesapám építészmérnök, és egy építési irodát átalakított lakásnak, és ott laktunk, mozdonyok mindenek mellett. Nem volt kerítés, lehetett szaladgálni, úgyhogy innen indult a dolog. Így költöztünk, 73-ban költöztünk Óbudára, Kiscelli utcába, és hát tulajdonképpen innen indult igazából minden, mert a barátságoktól elkezdve, a zenén keresztül, a sporton keresztül minden itt ért el engem. Itt Óbudán igazából 3 dolgot lehetett művelni, vagy sportoltál, vagy zenész lettél, vagy belehaltál a drogba. A téren volt a bandázás, ott voltak a srácok, és akkor az egyik már zenét, másik, harmadik, jött a Jerabek, hogy Jerabek Csaba FO System, jött, hogy gyere, csináljunk zenekart, jó, oké, mi leszek benne, dobos. Ja, jó, oké. És akkor hát tudtuk a klasszikot, fölmentem, elővettem a fazegakat, meg a fakanalat, és akkor ütöttem, vágtam. Aztán kaptunk egy cintányért, valaki adott egy afrikai dobot, és akkor ebből építkeztünk, és akkor így indult az egész zenei karrier. Sok minden indult, tehát onnan Óbudáról, de igen. Mit szóltak mindenhez a szüleid, hogy folyton az utcán lógsz, pankokkal, illetve elkezdtél csörömpölni, először otthon a fazekokon? De igen, hát konzervatív szüleim vannak, építészmérnök, édesanyám pedig az óvodai szakon a legfelsőbb iskolákat is elvégezve végzett, és hát ők nem erre számoltak nyilván. Nekem valami más csörgedezik az ereimben, mert ez így most utoljára is így megmutatkozik ez a történet, egy picikét súrlódik ez a dolog, mert az édesapám szűzi, egybeszületett, én bika vagyok, az így ellenáll, anyukám bika, tehát mi tök megértjük meg egymást. Nem ezt szánták ők nekem, igazából bele is mentem, mert a Vági István építőipari szakközépbe végeztem technikumot, és talán ott is megmutatkozott egyébként ez a zeneiség, mert ott is iskola zenekart alapítottunk. Tabár István exotik, ő volt az osztálytársam, és ott is elkezdtünk csörömpölni, ott is ezeket a dolgokat szervezgettük. Nem nagyon lógtam iskolából, én imádtam menni. Vigyornak hívtak egyébként, tehát végrögtem mind a 4 évet. Hát, hogy voltak mindenféle kitérők, de aztán mégiscsak a zenénél maradtál, és ahogy mondtad, a szüleid nem feltétlen örültek ennek, vagy nem fogadták el az elején. Volt bármiféle megfelelési kényszer benned, vagy ilyen bizonyítási vágy? Én azt gondolom, hogy a mai napig sem fogadják el, tehát a szüleim nem követik a zeneiségemet. Nagyon kevés dolgot láttak. Mondjuk talán még a Zorallból többet, mert abból megmutogattam, illetve a kisfiam révén, mert ő aztán meg folyamatosan nyomta nekik a Zorall számokat. A Sex Action, ugye, hát azt tudjuk, egy kicsit karcosabb téma, tehát azt nem hallgatták. Apukám hallgatta meg egyszer az Action-t, és akkor az volt az összvéleménye az egészről, hogy mit ordítozol állandóan. Maradj már egy kicsit csöndbe, legyen csönd, és akkor... Nyugodj meg, kisfiam! És tök igaza volt, mert a hardcore-ban nem mindig az üvöltés a nagyon ütős, hanem amikor például hirtelenjében egy nagy csendbe belezuhanunk, és onnan kezdünk el üvölteni, na akkor... kiesik mindenki a gatyából. Egyébként ezt a grupamába is meg szoktam csinálni, amikor a fradi meccsek előtt vagyok, hogy elengedem a hangomat, és akkor a szatyrok röpülnek meg mindenki, és néznek, hogy most mi történt. Hát éppen ránk szakadt az aréna. Azt említetted, hogy dobosként kezdted a zenei pályafutásodat, és hát a véletlenek, amik ugye nincsenek, de hogy úgy sodrottál bele a zenei életbe ott Óbudán, hogy megjártad, voltál egy ideig Del Hussa Johnny zenekarában is, aztán Beriari zenekarában is, és aztán ugye jött az FO System. Ezek a zenekarok, ugye itt nem frontember voltál, de kellettek ahhoz? Vagy hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, amikor még nem te voltál elől a frontban? Hogyan fejlődött így a te zeneiséged? Ez egy érdekesség, mert valószínűleg, hát nyilván egyfajta ilyen exhibicionizmus, jó értelemben exhibicionizmus van bennem, kell, hogy legyen, hiszen színpadi ember, nek mondhatom magamat. Attól független, hogy dobos voltam, és mondjuk a BTK-ban, amikor oda kerültem is, úgy érzem, hogy azért tudtam bele annyit hozzátenni, hogy én azokat nagyon szeretem, az olyan típusú zenészeket, de most itt a Gangxsta Zolira is lehet egyből gondolni, aki például egy Sex Actionben is alaptag. Nem csak egy dobos, hanem ő is frontember. Tehát a frontemberség az nem csak a mikrofon adja, hanem akár egy Angus Youngot vehetünk egy AC/DC-be, de ugye rengeteg olyan zenekar van, ahol a többi tag is előrébb tud lépni. Valamilyen szinten én így voltam. Utána az FO System alapításánál is ott még doboltam, és megvolt mindenkinek a saját maga karaktere. A váltás egyébként nagyon egyszerűen ment, mert meguntam pakolni a dobot. Mindig a dobos pakol legelőször, meg legutoljára, az énekes már rég a pultnál volt, már ott csajozott, meg mit tudom, én még mindig a cintányérokat rakosgattam, mondtam, de nem fogom én ezt csinálni. A Jerabek Csaba teljesen kiakadt, mert azt mondta, hogy nem vagy normális, Szendrei, ide figyelj, hát egy tök jó dobos vagy, szar énekes, és akkor most miért akarod ezt így fölcserélni ezt az egészet, de aztán végtére is így lett, és akkor az FO alapításánál tulajdonképpen, hát azt én addig voltam benne, ameddig bennem lendült a zenekar. Pont ahogy kiléptem, onnantól lettek sztárok, úgyhogy már hogy úgy sztárok, az a dark sztárok. Előrébb akartam úgyis kerülni. Tehát a Gangxstának volt erre egy nagyon jó sztoria a Sex Actionben 93-ban, amikor Mátyás Attila mondja, írjuk a 3-as lemezt, hogy fú, Zolikám, figyelj, és akkor itt jön egy rész, és akkor rakjál rá egy ilyet, izét. Zoli így nézett, nem szólt semmit, fölállt, leszette az egyik felső tamot, leszette a másik felső tamot. Matyi így nézett, mit csinálsz? Figyelj, neked itt nem lesz ilyen tududududu, érted? Miért? Hát akkor mi lesz? Tak-tak, ez. Különben se látnak a csajok. Tehát... Ja, a darkos, új hullámos vonal, ugye az FO System után aztán megalakult a Sex Action, ugye jöttek legendás sztorik, meg sok-sok jó évet töltöttetek el együtt, ugye abból aztán átalakult actionné a zenekar, ahol ott már ugye a hardkorosabb vonalat vittétek, és nem biztos, hogy sokan tudják, hogy annó Gangxsta Zoli hívott téged a kartelbe, mert közben ő megalapította a kartelt, és hogy mi lenne, ha azt is közösen csinálnátok. Aztán mi történt, miért nem lettél végül is karteltag? Megint csak az a helyzet, hogy még 90-es éveket írunk, ráadásul a közepét, mert ezen, hát még nem elejé, 93 végén, és pont ugye, amikor az összeomlás lemezt csináltuk, akkor mi rárepeltünk egyet. A Zoli ráerőltette, hogy na, csinálunk egy ilyen repes nótát, és akkor mindenki reppel benne. Hát az nagyon mókás volt, főleg amikor a Matyi vagy a Miksa is reppel rajta. Hát én adtam magam, nekem mindig tetszett a rap egyébként amúgy, és hát még a német Lojzi is annyit mondott, hogy hú, aztán neked aztán van feka hangod van, mint az állat, be is mélyítettem direkt, és a Zolinak egyből kitágult a szeme, ó, figyeld, akkor csinálunk egy bandát, és akkor kártel is együtt, és megcsináltuk az Egyenesen a Gettóból meg a Csigiri csatornát, és megint abba futottam bele, hogy azt nem lehet, hogy két zenekarod van minden, mondta Matyi, ezt nem, azonnal döntsd el, hogy mit akarsz. Őzé volt, hát jó, akkor action. Szavaz Zoli. És akkor tulajdonképpen, amit velem kezdett, abba én bele sem mentem a kezdetekbe, így az ő első lépéseibe, csak abba a két nótába. Megbántad ezt a döntést? Nem. Így kellett lenni. Szerettem volna vele lenni, nyilván, hogy jó lett volna. Ja, igen, utána miután eldöntöttem, hogy actionös vagyok, a Matyi 2 hónap múlva kiszállt. Tehát tulajdonképpen akkor már nem osztott, nem szorzott a dolog. Most erre azt lehet mondani, hogy hiteles actionös vagyok. Tudod, hogy szeretném, hogy kipróbálj valami olyat, ami tilos, ami kicsit fáj, amitől elakad a szava, a zene csak szól, gyere fényszek veled, baby, rázd meg csak is neked jól, csak neked jól. Azt mondod magadról, hogy az életed egyik legnehezebb időszaka vagy mélypontja volt, amikor az actionnek vége lett. Miért? Miért lett vége, és miért volt annyira nehéz? Hát a hardcore és a rock and roll minden bugyrát, mélységét megjártuk. Ezt mindenki érteti úgy, ahogy van. És hát ebben nagyon sokan belehaltak. 2002-ben ott már azért az actionnek a sokadik formációja volt, amit azért mi úgy csináltuk, hogy hitelesen toltuk magunkat, meg magunkba is a dolgokat, és akár a lemezeket végignézve, mondjuk egy 7. lemez készült, hát ott aztán olyan káosz és anarchia volt, hogy valami iszonyat, és minden hatással volt ránk, a szerek is természetesen. Az alkohol, minden, ami ebben benne van, és eljött nálam egy olyan pont, hogy sírokon játszottunk, és leültem a színpadra, és néztem magunkat, és már káosz volt, amikor följöttünk, már mindenki szerte szét volt, és azt mondtam, hogy ez így nem. Ez így nem. Úgy elkántáltam, vagy nem is tudom, elmondtam úgy a dolgokat, drága kopasz barátunk, most hát meg Isten nyugasztalja, ők ezeket végignézték, meg a ródok, meg a technikusok, sokan egyébként a Zorallba jöttek oda hozzám, hogy figyelj, azt hittük, hogy bele fogsz halni. Sőt, sokan azt mondták, hogy bele fogtok halni ebbe. Hogy álltál föl innen? És nekem ott az volt az egésznek a lényege, hogy ha mi ezt most itt tovább csináljuk, és így csináljuk tovább, beledöglünk mindannyian. Elég. És megmondtam, kész, vége, elég. És ott véget kellett ennek vetnem. Akkor jött, hogy a Barbara Attila nyitogatta szárnyait, és írogatta a Zambó Jimmy feldolgozásait Ramones verzióba, és akkor mondta, hogy van kedved csinálni egy zenekart, meg én is mondtam neki még régen, hogy jó lenne együtt zenélni, és hát az Zorall meg onnan indult, és tulajdonképpen az is egy olyan felkelés és felébredés volt. Igen, ez egy jó dolog, hogy az ember tudja kívülről látni magát, és tudatosan döntést hozni egy ilyen szituációban, és hát ez akkor segített a Zorall is, ugye hát valószínűleg gondolom, de aztán kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz te erről, hogy a rajongók azok meg lehettek lepve, hogy kis darkos vonal, aztán dirty rock, aztán ugye jött a hardcore, és akkor jött a Zorall, ahol meg ugye ismert magyar slágereket mixeltetek össze külföldi rockdalokkal, és hát nagyon sokszor, mint ahogy mondtad, akár Zambó Jimmyt, vagy olyan dalválasztások voltak, amik meghökkentették az addigi közönséget. Amikor a Barbaró elhívott, akkor azt mondta nekem, hogy na, megvan a zenekar, figyelj, az a neve, hogy Zorall, mondom, de hülye neve van. Mit fogunk játszani? És akkor, hát, majd figyelj, Zambó Jimmyt játszunk, meg Ugrin Benedeket, meg ilyeneket. Elmész te az izébe. És tényleg az lett. Az egy nagyon jó kis munka, nagyon jó kis utazás volt, 18 év, amiben meg is találtuk önmagunkat is. Azért picit annyit javítanék rajta, hogy hát az Zorall is végig szenvedte azért én az önpusztításomnak az utó részét. Ez a dolog, hogy felállsz valamiből, egy ilyen helyzetből, ez nem egy nap, és nem is egy óra, és nem is egy perc. Abból kijönni, amiben mi benne voltunk, abból évek kellettek. Szegény Hangyásim meg is őszült bele néhányszor, mert az Zorall tagsága is néha szerteszel ment össze-vissza, vagy nehéz volt átrakni ezeket a dolgokat fejben, hogy most már egy másról szólunk, és évek kellenek. És te megtanultál nemet mondani? Volt, vannak angyalaim. Nagyon jó angyalok. Zorallos évek alatt azért sok szép pillanatot megéltél, és az egyik fontos időszak volt számodra az, amikor habilitációs intézetekben adtatok koncerteket. Miért voltak ezek a koncertek nagy hatással rád? Hát az, amikor a Zorall ezt nem reklámozta, mi mindig ilyen jótékony céllal mentünk rengeteg helyre, csak nem csináltunk belőle médiát, és elmentünk ilyen habilitációs intézetekbe, és amikor legelőször voltunk, akkor jött a hangya, és mondja nekem, hogy na, papa, na, kemény vagy? Ú, én nagyon kemény vagyok. Aha, na majd most. És amikor bementünk és szembesültünk, hogy kiknek, milyen helyen és hol játszunk, és ott azok a lelkeket meglátni, mai napján is hatással van rám természetesen, megtanulni ezen felül emelkedni nem tudtam, mert hatással és érzésekkel van most is rám. Tulajdonképpen az adott erőt, például, hogy néztem közben a Barbarót, én 5-ször majdnem elsírtam magam közben, tehát görcsölt a lelkem, a torkom, néztem a Barbarót, az nyomta, én is nyomtam, már jött a könyv ki, közben a kis zombik körülöttünk úgy jöttek, mentek, valamelyiknek adtunk a kezébe egy csörgőt, akkor elkezdett csörgőzni. A végén, amikor ezek a másfél-két órák így elteltek, akkor egy olyan érzéssel gazdagodtam, amiben nem csak az volt benne, hogy odajöttek a szülők, akiknek ott volt a gyermekük, vagy odajöttek az ápolók, és azt mondták, hogy köszönjük, 2 órára kikapcsoltatok ebből a rohadt világból, ebből, amiben vagyunk, mert ez a realitás, ez nem a mese és nem a lilaköd. Amikor a tepsin kitoltak mindig egy angyalt, nem tudom mai napig megmondani, hogy fiú volt-e vagy lány, de a szemében ott volt a boldogság. Az döbbenet. Ezek voltak a legszebb pillanatok. Pandémia alatt döntötted el azt, hogy befejezed a Zorallal, kiléptél a zenekarból. Miért döntöttél így? Mi volt benned? Mi az, amit inkább meg akartál valósítani? 18 év szoralozás, 18 kemény év. Sajnos Weiss kicsi már nem volt ott, ő már 2 éve elment, a Borospöpi utána még 1 évvel. Mérhetetlen jó volt az az 5-ös frontemberségre, visszakanyarodok. Nem én voltam a frontember. A Zorallban 5 frontember volt, és plusz még a lányok. Az egész a show műsor, az a laza jellege, az a laza rock and roll, az az élvezetes rock and roll, hogy játszunk a zenével, hogy átalakítjuk, átformáljuk, átírjuk magyarra a szöveget, rengeteg dolgot csináltunk, és azért ez is belement a monoton lépésekbe, ami azt jelenti, hogy tagok cserélődtek, és ugyanazokat a köröket jártuk. Nagyon-nagyon régóta egyébként mindig a fejemhez vágták és mondták, hogy Zsolti, mert te vagy a frontember, csak miattad működik. Ez nem igaz, ez hülyeség. 5 ember mozgatta ezt az egész történetet, és hát a Hangyásinak a szervezési készsége és ügyessége. Ellenben egy idő után úgy voltam vele, hogy most már én szeretnék valamit, amilyen vagyok, ami vagyok. Nézzük már meg, hogy mi van. Tulajdonképpen ezen a ponton vagyunk, és jött a Covid, amikor megint rájöttünk, hogy hát nem csak a rohanás van, nem csak az állandó fesztiválok, nem csak a rengeteg millió kilométer, a fáradtság, hanem van más élet is. Volt olyan zenész, akivel beszéltem telefonon, de aztán pont a Feró volt, hogy szevasz, fater, mi újság? Hogy vagy, izé volt, csinálnád most a izét? Á, francnak van kedve, nekem sincs, végyen, olyan jól érzem most így magam. És így jött. Akkor mondtam a srácoknak, hogy bocs, köszönöm szépen, ennyi. Nem könnyű se onnan se kilépni, eljönni, meg lezárni egy korszakot, nekik se az egyértelműen, de én úgy gondoltam, hogy egy kicsit innen elkanyarodnak az utak, el is kanyarodott, és onnan kezdtem el kitalálni, hogy én tulajdonképpen mit szeretnék. Aztán ha ver, de nem én hívtam, létrelépett a halál. És megtalál inkább, lenyomtam egy dráma szakkört, ami mély sebeket hagyott. Ilyen show műsorért a Deniro Baby 4 Oscart is kapott. Azért ebben volt egy rizikó, hogy elhagysz egy működő zenekart, és a saját utadra lépsz. Most éppen hol tartasz ezen az úton? Mert most is van több formáció, akikkel járod az utat, csak most ezek más volumenben vannak, vagy más zenei közegek ezek. Igen. Az Action zenekar működik, örömzenélünk. Ez az egyik alap. A Sex Action az úgy szépen megvan, ahogy van. Ott meg el vagyunk, mert eljátszuk a klasszikokat, előadhatom a hülyeségemet, szórakoztatom a Mátyás Attilát, a Somjai Miksát, a Zolit. Ez az is egy működő dolog. És vannak itt akusztikus duód is. És itt jön a képbe, hogy nagyon-nagyon tetszettek ezek a dolgok. Egyébként ugye a Zoli mondogatta sokszor, miért nem csinálsz már valamit magaddal, hogy miért nem csinálsz az izét. És nagyon tetszik ez a Dos Diablos formációja, és a Jung Norbi. Megkerestem. Ő gitározik, én dobolok, énekelek, szájharmonikázok, marháskodok, sztorizgatok, és ketten vagyunk. És itt is az örömzene, a pontos átláthatóság, a barátság adja meg a dolgot. Amikor ezt a meglett embert, már úgy meglett zeneileg érett meglett embert meg tudom mosolyogtatni, vagy teszem azt, ugyanez van az Action és a többi formációban, akkor azt gondolom, hogy van értelme. És ezek után körvonalazódik egy olyan történet, hogy a debreceni srácok a Sex Action, Action, Zorall életében, minden formációm életében 33 éve képviseltetik magukat mellettem, kemény magként. És itt megismerkedtem a képeimet egyébként, mert azóta elkezdtem rajzolni is, elektrográfot csinálok, ez a telefonomon van. Egy művészeti kiállítást segített a Pércsi Sándor, Sanyi barátom, és ő a Blues from Hell zenekarnak a vezetője. Harmadik eset volt, amikor már beszélgettünk, de persze muzsikáltunk is, mert neki olyan szobája van, hogy ott aztán minden van, mindent lehet. Mondtam, itt vagyunk négyen zenészek, mondom, zenéljünk már, hát mondom, ha itt valami van, történjen valami, és a harmadik, negyedik alkalom mondta, hogy Zsolt, nincs kedve beszállni a Blues from Hell-be. És mondtam, hogy jó, mutassátok már meg, hogy milyen, hát patent. Mondhatni rakkabillinek, de blues, tehát abszolút, és egy nagyon-nagyon jó kis zenekar, Hadhászi László van benne például, mint név, de mindegyik srác borzalmasan jó zenész, és nagyon szívesen elvállaltam ezt a dolgot, és itt azt a fajta dolgot érzem benne, hogy egy más világba juthatok el. Ebbe fogunk most belecsapni, és ezt fogom fölénekelni nem sokára, és hát nem sokára majd elő is jövünk ezekkel a dolgokkal. Édesapa is vagy, Zalán a fiad, és éppen benne voltál a dolgok sűrűjében, amikor édesapa lettél. Készültél te erre a szerepre? Vágytál erre? Ő nagyon. Rettentő mód, persze. Persze, nagyon-nagyon-nagyon. Hát az első perctől, pillanattól fogva, ott voltam a szülésen, pont egy koncertről érkeztem meg, mondták is az ápolók, hogy apuka, pihenjen. Ráfér egy kis pihenés. A koncertről utólag a Facebookos kommentek között, jaj, mi volt vele, milyen rezignált volt, meg persze, hogy rezignált voltam, hát mentem a szülésre, hát milyen izé volt a rohan, azt se tudtam, hogy mi van. Hát mérhetetlen erőt adott, és ad is a fiam, aki most már azóta már 15 éves, az első pillanattól vele, mellette együtt. Azt azért el kell mondanom, hogy úgy volt a viszonyunk, hogy rengeteget voltam vele otthon. Hát a zenéségemből kifolyólag ugye hétköznap én nem nagyon dolgoztam. Rengeteg dolgot meg kellett tanulnom, amit egy anya zsigerből nyom. Hát ezt az anyaság, azt úgy hívják, nekem azt tanulni kellett. Hát lehet nevetni, úgy pelenkázok, mint a kis angyal, tehát ezzel nincsen probléma, nem is volt, se az etetéssel, ilyenekkel. Azt nem mondom, hogy önmagamban nem örlődtem, mert természetesen férfiként, hogy úristen, ez most, na mi most itt mi lesz, de az alán semmiféle akadályt nem gördített elém. Ezt vehetjük abba is, hogy nem volt ilyen égtelen betegsége, nem volt hisztériás, végignevettük az egész gyermekkorát, és végigéltük a zeneiségét, ő alakította ki, nem én. Nyilván ott voltak a hangszereim, odahúzta, bekapcsolta a komputert, és elkezdett csapkodni és zenélni. Most már egyébként nem csak a rocksulinak a tagja, hanem az Egresi Béni Zeneiskolába, szakközépbe is jár. A második legjobb jazzdobosként vették föl. Támogatom ebben a dologban, de nem az én. Tehát hatásomra van, nyilván értem ezt a dolgot, nyilván másképp néz rám, mint én is, de én amikor eljött velünk és eljön velünk, mert azért az Actionben is már volt lehetősége fellépni például. Igen, most legutóbb a Barba Negrában ott is voltam, és láttam, igen, Zalánt dobolni. Igen, büszke vagy rá? Nagyon. Mert én azt tanítom neki, és mondom neki, hogy a zenészség az nem a sikakaszalét. És úgy gondolom, hogy amikor nem csak a zenészek, hanem a technika is örül nekem, és megörülünk egymásnak, 1000 éve nem látott hangtechnikusok, fénytechnikusok, hangmérnökök örülnek nekem, és én is nekik, akkor itt az alapja volt, hogy kisfiam, köszönj, mutatkozz be, és legyél asszertíve. Az azt jelenti, hogy érezzétek magatokat jó. Ők is jól, te is, és ezt fejleszd. Itt segíteni kell, itt meg kell fogni a marsalt, hogyha valami van, nem csak a technika van, érted, hanem te is kérdezd már meg. Ha odamész, jön az előzenekar, olyan szarul szóltunk, nem tudom, hogy mi van. Te oda mentél köszönni a technikához? Nem. Bemutatkoztál? Nem. Akkor mit akarsz? Ebben a zenei közegben fel lehet nőni? Te felnőttél? Hogy érzed? Á, de hogy is. Ugyanolyan hülye gyerek vagyok. Nem, ugyanúgy. Most már vigyorgok, mosolygok. Ami voltam, vigyor, az. Szasza, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, nagyon megtisztelő.